Sziasztok, Rikári Féle, viszonylag kurta, ilyen dzsungel vloggal jelentkezem. Hát Kiskörösön vagyunk, a kiskörösi vasútállomáson, méghozzá Kiskörös KK, vagyis Kecskeméti kisvasút állomáson. És hát itt látható a vágóképekből, hogy viszonylag elhagyatottan áll ez az állomás. Ugye 12 éve, 2009 óta szünetel a forgalom. Egyébként ez a két vagon már előtte is itt állt, ugye már régóta nem volt árufuvarozás a kisvasúton, és valamiért különböző állomásokon maradtak így a Kecskeméti kisvasút vonalán különféle tehervagonok. Az apropója, hogy miért csinálom most ezt a kis kurta vlogot, az az, hogy eddig csak szünetel a forgalom, viszont ezt az állomást a Kelebiai vasútvonal, a Budapest-Belgrád vasútvonal építésével fel fogják számolni, fel fogják a vágányokat szedni, és a főleg abból az apropóból, hogy ugye ennek van egy szintbeli átszelése a nagyvasúttal, a fővonallal, és hát ugye ezt nem fogják újra beépíteni a szünetelő vasútba, és ugye a nagyvasútnak a túloldalán el fogják vágni a pályát, és egy földkubban fog végződni. Hát sajnos eljött ez az idő is, illetve el fog jönni rövidesen, és ezért gondoltam, hogy a mai bugaci, kisvasúti napos, hajtányos nap során eljövök erre, és még utoljára megörökítem ezt a helyszínt. Nem is akarom tovább húzni az időtöket, néhány vágóképet szeretnék megmutatni innen az állomásról, illetve pár hangulatképet bevágok a vonalról, a bugaci vonalról, és később majd egy komolyabb videóval szeretnék erről a kisvasútról jelentkezni. Köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem máskor is, és akkor nézzük a képeket. Sziasztok! Csüssz!